A belvárosi templom Szekszárd ikonikus építménye. Sokan tudják róla, hogy Közép-Európa legnagyobb egyhajós temploma. Története is érdekes, hiszen arról is hírt ad, hogy ha egy ember nem ismer akadályokat, akkor nincs lehetetlen. Ez volt az építés szorgalmazó Szluha György, akiről és a templom építésének körülményeiről Ótos Miklóssal beszélgetünk, aki feltárta ennek a nagyszerű embernek és a templomnak történetét. Hogyha megkérdezi, ki építette, ugye Szluha György volt az, aki ezt ennek köszönhetjük, aki pontosan 275 évvel ezelőtt született, Sárvár mellett egy kis faluba, a mai Rába-Patyon. Gyakorlatilag az ifjúságáról, azon kívül, hogy 1746-ban született, gyakorlatilag semmit nem tudunk. A szemináriumot papnak készült, és a szemináriumot Pécsen végezte, és 23 éves korában szentelték pappá, páros rendi szerzetes lett. Szekszárd gyakorlatilag úgy került, hogy 1792-ben megőrült a szekszárdi plébánia. Kovárszky Márton, aki akkor itt volt plébános, kanonoki kinevezést kapott, és meghirdették az állást, és ő nyerte el a plébánosi rangot. Az első évei gyakorlatilag avval teltek, hogy a régi apátsági templomot, ami szinte romos állapotban volt, azt próbálta helyrehozni, de csak annyiba lehetett ezt megvalósítani műszaki okokból, hogy felmérték a régi apátsági templomot, és megállapították, hát a torony az jó, de maga a templom hajó az síralmas állapotban van, azt már nem lehet felújítani. És akkor szerettek volna hozzáépíteni egy nagyobb hajót. El is készült egy terv, egy klasszicista oromfallal megtervezett épület lett volna ez. A fényképe egyik helytörténeti munkában található meg. Viszont a megvalósítása ellen a megye kézzel-lábbal tiltakozott, mert abban az időben még nem a mai képét mutatta a Vármegye háza. Gyakorlatilag az északi fal és az északi-nyugati fal hiányzott, és a Vármegye tervezte a háznak a megnagyobbítását. Így a templom nagyon közel került volna az épülethez, és ezt tűzveszélyesnek tartották. És végül is ez egy meddővitába fajult. Egészen addig, amíg két évvel később idejövetele után, ugye sokak által ismert, a szekszárdi hatalmas tűzvész pontot tett a vita végére. Leégett 600 ház, Szekszárdon alig maradtak éppen házak. Leégett az apátsági templom is, meg a Vármegye háza is. Megtörtént a másik terv beküldése is ugyanígy, de ezt is a kancellária elutasította. Visszaküldte az eredeti tervet, avval a kiegészítéssel, hogy a templomban még ilyen oldalkarzatokat tettek föl, mert Szluha György ragaszkodott ahhoz, hogy 3000 főt befogadó nagy temploma legyen. Hát persze ez se tetszett senkinek se. És ekkor Pálffy Györgyhöz, a kancellárhoz fordult, megtudta, hogy éppen Balatonfüreden pihent, fölkereste és hát meggyőzte. És így aztán végül ezt a tervet is sikerült elvetetni. És akkor már Szluha Györgyből már annyira elég lett a közoktatási tanácsnak, hogy azt mondták neki, hogy hát akkor most ő mondja meg, hogy milyen templom készüljön. Valóban az ember, ahogy végigolvassa ezeket a történeteket, látszott rajta, hogy ahogy később is megvádolták, hogy izgága, egy nagyon rámenős ember volt, olyan, akit ha kidobtak az ajtón, visszament az ablakon. És akkor
megtervezette a királyi oktatási tanács egy harmadik templomot, amit végül Szluhának is tetszett, meg is kérdezték tőle, hogy hát ez jó lesz-e, és mondta, hogy igen. De hát ebben az időben voltak a napóleoni háborúk, és ezért aztán például Pécsnek nem volt ebben az időben temploma, és nem püspöke, és nem is neveztek ki évekig új püspököt, hogy ne kelljen a kancelláriát a püspöki fizetéssel terhelni, de a templom építését se engedélyezték. Egyben sikerült kieszközölnie, hogy a király audiencián fogadja, ugye nemes ember volt, ő ezt megtehette. És ekkor az első Ferenc királlyal is elfogadtatta végül a tervet, sőt annyira, hogy a király maga is adott több mint 28 ezer forintot a templom építésére. Feladata volt a tisztartóságnak, hogy a Szekszárd templomát mindig anyagilag megfelelő mértékben támogatni kellett. Tehát az ő feladatuk lett a templom építése, magának a templom építése, a szükséges anyag biztosítása. Ez részben abból történt meg, hogy a régi apátsági templomot lebontották, a maradványait, és abból építették egyrészt a templomot, de hát nyilván ilyen hatalmas nagy templomhoz nagyon sok anyag kellett még azon kívül. A kézi napszámot és a fogatos napszámot a város lakosságának kellett adnia felekezettől függetlenül. Ugyanakkor a templom berendezése is a lakosságot terhelte anyagilag. Valami kis pénz volt rá, amit Szuha György kapott, az gyakorlatilag a felszereléshez lehetett fordítani, de hát az édes kevés volt rá. Ha megnézzük a templomot, milyen szép kivitelezéssel épült meg, ugye ez nagyon sok pénzbe került. A városi bírónak, Jáger Jánosnak volt a feladata, a munkaerő biztosítása, de nagyon jól megszervezhették, mert két év alatt megépültek a falak, és 1805-re pedig elkészült gyakorlatilag a toronysisak is, tehát fedve volt már a templom is. Ezután az utolsó év a berendezéssel telt el, ugye hát rengeteg munka volt, a festések, a berendezések elkészítése. Gondolom Szuha György se nagyon pihenhetett, hiszen rengeteg munka volt, szakemberekkel kellett tárgyalni, ugye neki kellett dönteni sok minden dologban, úgyhogy nem unatkozott ebbe az időbe, de ugye örömére szolgáljon az, hogy ő ebben nagyon jól érezte magát, mert ez volt a szíve vágya, hogy megtörténjen. Ugye az apátsági templom a tűzvész után gyakorlatilag megszűnt. Betemették a maradékokat, és csak, ha jól emlékszem, a 70-es években akkor kezdték felfedezni és kiásni, és hát régészeti szempontból rendbe tenni. De a két templom között azért találunk kapcsolatokat is. Ilyen ez a festmény, amit itt látunk, a megfeszített Krisztus táblázolja a bűnbánó Magdolnával. Ez volt az apátsági templom főoltárképe, és a tűzvész során ezt személyesen, nyilván segítséggel Szuha György mentette ki a templomból.
még egy érdekesség a régi apátsági templomnak, hogy hagyományosan két mellékoltára volt. Az egyik Szent József mellékoltár, a másik pedig Szent László mellékoltár. Amikor ez a templom megépült, ugye láthatjuk, hogy itt is találunk két mellékoltárt, a Jézus szíve, a jobb oldal és a Szűz Mária mellékoltárt. De Szluha György szeretett volna mindenképpen emlékezni erre a hagyományra, és a mellékoltár feletti képek, ugye a jobb oldalt Szent József halálát ábrázolják, emlékezve a Szent József mellékoltára, és a baloldali kép pedig Szent Lászlót ábrázolja, hogy a várost felajánlja a Szűz Máriának. Sajnos, hogy ez mikor történt, erre nincsenek semmiféle adat, de a Szent László napok tulajdonképpen erre a hagyományra épülnek a városban. Az oltár elkészítéshez se volt már pénze a városnak, és a lakosságot se lehetett már terhelni, hiszen gondoljunk bele, hogy 8 évvel korábban, ahogy elkezdett ugye a templom építés, mekkora tűzvész volt Szekszárdon. Épp hogy talán, hogy kezdtek az emberek kilábalni abból a sokból, ami anyagilag érte őket. Közben jöttek a napuleoni háborúk. Sokakat elvittek katonának, és ennek ellenére azért a templom ilyen szépen gyorsan felépült, és hogy a berendezések is szépen elkészülhettek, ezek már külön személyes adományhoz kötődnek, és amint említettem, ilyen volt Vladár Pálné, aki 1200 forintot ajánlott föl, hát abban az időben ez Szluha Györgynek az egy évi fizetése volt. Tehát abból épülhetett meg maga az oltár. De az oltár se így nézett ki, vagy úgy nézett ki, ahogy most néz ki. A szentségtartó középen például egészen más volt. És kérdezted, hogy a templom ugye már kezdetben ilyen volt-e, mint most? Hát nem. A Szluha György utódai is mindig szépítették, javították a templomot, aki csak tehette. Így, és ha itt az oltárnál vagyunk, akkor itt kell megemlítenem Kis Lajos plébánost, az 1930-as években volt ő itt Szekszárdon plébános. Hozzá kötődik a szentségtartó kialakítása. De neki köszönhető, ha szentélyben itt a keresztelő kútnak a teteje is, ami egy nagyon szép domborított, és ez is tűzött fedőt kapott a régi egyszerű plé tető felett. A két oldal kép a kis pedig Mosinszky Mórnak a közbenjárása révén született. Ő a templom 100. éves fennállására festetett ilyen nagyméretű festményeket, ezek neves festők képeiről készült másolatok voltak. És már miután gyakorlatilag kimerültek a pénzügyi lehetőségek, a templom további berendezését is nagyon egyszerűen akarták megoldani. Például itt állunk egy szép, ugye, szép kövezett padlón, ez ugyan nem az eredeti, ez már cserje útján került ide, de egyszerű téglaburkolatot tudtak volna csak hát kifizetni erre a munkákra. A szentélyt lezáró korlát, amit itt hátul látunk az oltár előtt, ugye ez is fából készült volna, és fából készültek volna, fapadok lettek volna a mostani padok helyett, és a szószék, ami itt mögöttem van, az is egy egyszerű fából készült szószék lett volna. De mint láthatjuk, a szentélyt lezáró rács az márványból készült, a padok, ezek tölgyfapadok,
ahogy olvastam, hogy kenhelymi kőből borították a padlót, és a szószék is, hát különös, tehát ennek művészettörténeti, a jelentős művészettörténeti értéke van, nagyon szép barokk stílusban készült szószék, vörös márványból készült, dúsan aranyozva, és a tetején az arany figura pedig Jézus, a jó pásztort ábrázolja. Na hát kinek is volt köszönhető ez? Vladár Pálnénak, akinek lánykori nevén Nagy Anna volt, volt egy testvére, Nagy Ferenc generális. És mikor megtudták, hogy a templom milyen bajban van, hát ez egy gazdag ember volt, 24 ezer forintot adott erre a célra a városnak. Avval a feltétellel, hogy ezt a későbbiekben, ha nem tudják visszafizetni, akkor későbbiekben az utódainak esetleg visszafizessék vissza, vagy pedig a pénzből létesüljön egy alapítvány. És ebből a pénzből épült meg a korlát, a szószék, a padozat és a padok is. Egy budai mester műve volt az orgon, amit elkészítettek, és ez már gyakorlatilag már a templom felszentelési ünnepségén is már megszólalt. Ez 1806. november 21-én történt a templom felszentelése, és akkor már szólt az orgona. Most gondoljuk el, Szuhát, hogy itt állt a templomba az oltár előtt, zsufolásig megtelt a templom, és akkor megszólalt az orgona, a hívek elkezdtek énekelni, és ő pedig várta, hogy a kanonok társa, aki Pécsről eljött ez alkalomra, fölszentelje a templomot. Micsoda nagy öröm és micsoda boldogság lehetett neki. Az orgonát különben többször átépítették, az 1890-es években már az Angster gyár újította fel az orgonát, jelentősen bővítve a regisztereket és a technikai megoldásokat. Angster gyárról annyit kell tudni, hogy Pécsnek egy nagyon neves orgona építője volt, egy olyan ember, aki bejárta Európát, mindazokat a helyeket, ahol híres orgona építő műhelyek voltak, majd pedig hazajött Magyarországra, és Pécsen telepedett le. És azóta is többször újították az orgonát. Úgy tudom, hogy nem, ez a legutolsó pedig most az elmúlt évben történt meg. És természetesen, ugye Szuha György után a templomot még az utódai tovább ékesítették. Wosinski Mór készítette a színes üvegablakokat, és hát a többiek is egy-egy szobor elejéig, ha mással nem is, de gazdagították a templomot, ugyancsak adományokból is gazdagodott a templom szobrok formájában. És hát ez mindez Szuha Györgynek köszönhető. Egy olyan embernek, aki egyszerűen mert nagyot álmodni, és ettől nem lehetett eltántorítani. Emlékezzetünk benne, tartsuk meg a nevét, és szeressük a templomunkat, mert ez egy valóban nagy érték. Ha az ember ide bejön, akkor én hála Istennek, hogy ilyennel foglalkozom, minden egyes kis porcikája szinte mesél az embernek. Megérdemli Szuha György, hogy ismerjük a nevét. Szeretném elmondani azt, hogy 2013-ban, mikor megjelent az első könyvem a plébánia történetéről,
az utcán egyszer egy ismerősöm leállított, és nevetve mesélte, azt mondja, képzeld el, van egy ismerősem, aki a Szluha György utcában lakik, azt megkérdeztem tőle, hogy te, ki volt ez a Szluha György? Azt mondta, nem tudom, azt mondja, lehet, hogy egy kommunista ellenálló volt. Hát azért Szluha György ennyi többet érdemel, hogy ilyen gondolatok jelenjenek meg valakinek az agyában. Szluha György igazi katolikus ember volt, aki nagyon sokat tett a városért. Most csak a templomról beszéltünk, de ezen kívül is ő még nagyon sok mindent tett.